Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Ferenc Orsolya, az űrkutatásért felelős miniszteri biztos, 8. kerületi helyhatósági képviselő, kezicsókolom. Jó reggelt kívánok! Nagyon érdekel engem az űrprogram, de ennél még jobban érdekel, ma egy ilyen egészségügyi napunk van. Vendégünk Szlavik János, László Imre. Rengeteg olyan védőoltás áll rendelkezésünkre, ami megmentheti az életünket, és sokkal olcsóbb valakit megelőzően kezelni, mint utána küzdeni az életéért. Ebben benne vannak a narkománoknak biztosított szétszórt tűk, amivel tovább fertőzhetik a másokat, a hiányos oktatás, a szexuális oktatás, amivel három meggondolatlan fiatal egy egész kerületet végig fertőzhet. Mi a megoldás? Hát, aztán beszélünk az űrről is természetesen, mert ott is problémák vannak. Igen, de jogos a kérdés, mert egyébként miközben az űrtechnológia korszakában élünk, és azt gondolnánk, hogy már megoldottuk azokat az évszázados, évezredes problémákat, amikkel az emberiség szenvedett, a közben azt látjuk valóban, hogy újra és újra előkerülnek ezek. Az ember elgondolkodik azon, hogy miért hezitálnak védőoltásokat beadatni a 21. században az emberek egy része, miközben már a himlő, a fekete himlő így tűnt el a földről. Már hogy, megint itt van. Hát jó, maga, igen, a kórokozót még ugye laborokban tartják, de a bizonyos himlő és egyéb súlyos betegségeket le lehet Nem, győzni. A Magyar Szennyvíz csatornák vizsgálatából kiderült, hogy rengeteg betegség újra itt van. Így van, és ezt az okot kell megtalálni. És valóban jó, hogy említette szerkesztő úr az oktatást, ugyanis amit látunk az az, hogy ahogy egyre több tudáshoz hozzáférünk, ahogy itt hallgattam a műsort, a váróban hallottam, ugye, hogy mondták, hogy 12 óránként megduplázódik a tudása állítólag az emberiségnek. Ez lehet, hogy így van. Ennek az oka egyébként pont az űrtechnológia, mert globális információs teret hozott létre, és létrehozta azt az internetet, amin keresztül bárki bármihez hozzáférhet. Azonban tekintettel arra, hogy rettenetesen nagy mennyiségű információ van, ebből egy rész ellenőrizhetetlen dezinformáció automatikusan, és ha a gyerekeinknek nincs meg az a helyesen beépített alapszűrő a gondolkodásukban, ami a valóságot a tévedéstől el tudja választani, tehát a téves és a jó információt szét tudja választani, akkor természetesen rengeteg fake newsnak felülnek. És én pont a Covid kapcsán láttam ezt, hogy az oltás ellenesek valamilyen elképesztő, tudománytalan, hagymázas marhaságokat hittek el és terjesztettek tovább, ami valóban emberéletekbe került, mert akik féltek az oltásoktól, nem merték beadatni, azok egy jelentős részénél aztán azt látták az orvosok a statisztikában, hogy bizony megemelkedett a halálozások száma. Tehát én azt gondolom, hogy az egyetlen út az, hogy az ember minél hamarabb és minél fiatalabb korban a gyerekeket megfelelően tanítja. Íme megint egy példa, egy nemzetközi példa, hogy győzött a vallásos szionizmus, a judaizmus, a Tóra, az Ó és az Új Szövetség, az Istenben való hit, és nem kell föltalálni a spanyol viaszt, hisz minden le van írva, és ezek a törvények szerint élünk, akkor előbbre tudunk jutni. Ha már van egy ilyen ország, akkor kérdezem én azt, hogy ez az ország, én mindkét országnak a polgára vagyok, és ugyan egy szívem van, de mind a kettő az enyém. Akkor ha ezt ott meg lehet csinálni, akkor ezt miért nem lehet itt megcsinálni? Itt miért kell a hitet félretenni, miért kell engedni, hogy a keresztényeket és a zsidókat és mindenféléket üldözzenek szerte a világba, amikor egy csapásra meg lehet oldani a betegségeket, hisz az elmúlt választásokon ugye Benjamin Netanyahu 6-szorra éppen kormányt fog alakítani 2 percen belül. Arra gondoltam, hogy ott is vannak egészségügyi problémák. Mondtam, hogy én mégsem vagyok orvos, önnek van orvos fia is, ha jól tudom, viszont ha előveszem az Ó és az Új Szövetséget, akkor bizonyos betegségek egy-egybe le vannak írva, és az is le van írva, hogy lehet védekezni ellene. Akkor, ha ez megvan,
Miért nem élünk ezzel? Vagy bűnisten hívőnek lenni? Nagyon jó kérdések ezek. Egyébként csak röviden emlékeztetném a nézőket arra, hogy Kásler Miklós miniszter urat milyen támadássorozat érte, amikor egy nagyon tapasztalt orvosként azt mondta a miniszteri székben ülve, hogy nagyon sok betegséget már azzal meg lehetne előzni, hogyha betartanánk a 10 parancsolatot. Természetesen azonnal leszették róla a keresztvizet, és ahelyett, hogy elgondolkodtak volna azon, amiről beszélt, hiszen valóban az életvitelből és az életmódból adódóan nagyon sok megbetegedés pusztán azért áll elő, mert valaki nem megfelelő életvitelt folytat. De valóban ezúton is gratulálunk Izraelben az választások győztesének, Netanyahu-nak, és én is azt gondolom... 77%-os részvétellel. Óriási nem magas, egy így van. Ez egy nagyon-nagyon komoly a nép akarat kinyilvánítás volt, és én azt gondolom, hogy az egész világon támadás alatt áll az Isten hit. Tehát ez nem is Magyarország, vagy Európa, vagy bármely országnak a sajátja. Azért, mert egy olyan... Hát persze, miért, ezt nyilván nem tudjuk így most megmondani, mert nem vagyunk a minden tudás birtokában, de véleményünk lehet róla. Az én véleményem az, hogy olyan háttérben működő érdekkörök próbálják az emberektől az Isten hitet elvenni, akiknek valamilyen érdeke fűződik ahhoz, hogy a hagyományos társadalom modellt megroppantsák. Ez lehet gazdasági érdek, lehet politikai, ideológiai érdek. Emlékszünk rá, hogy a két totalitárius rendszer, a nácizmus is, és a bolsevizmus is abból indult ki, hogy teremtenek egy új embertípust, amit úgy érnek el, hogy lebontják a régi konstrukciót, lebontják a régi társadalmat, atomizálnak, szétszedik a korábbi alapokat, és ebből majd a romokból ők építenek valami újat, ami egy borzasztó hagymázas őrület volt, mindkét kísérlet kudarcba fulladt. De nem hagyták abban, látjuk, hogy most is valamiféle őrült ideológia kísérleti terepének nézik az emberiséget, de valóban, ahogy szerkesztő úr mondta, a járt utat a járatlanért nem kell elhagyni. Az Isten hit, a judeo-keresztény hit és morál, azt gondolom, hogy olyan mélységesen fontos és mély alapokat biztosított az emberi létezéshez már évezredeken át, amit amikor megpróbált az emberiség elhagyni, az mindig tragédiába fulladt. Magyarország egyébként ebben az ügyben jobban áll, mint a világ átlag. Itt működik a Hungary Helps program, amelyik az egyetlen államilag finanszírozott és vállaltan a hitet és például az üldözött keresztényeket védő és segítő program. Számos helyen a világháborús övezeteiben segített újjáépíteni templomokat, közösségeket, és a 12 éve tartó keresztény konzervatívnak mondott kormányzásban is azt látjuk, hogy igenis fontos dolognak tartjuk azt, hogy akár konfliktusokat vállalva, még akár brüsszeli körökkel is, bizonyos dolgokat nem engedünk megkérdőjelezni. Ilyen egyébként a gyerekeknek a szexuális indoktrinációja az iskolában, amit szintén az Orbán kormány vállaltan próbált megakadályozni azzal a törvénnyel, hogy a szülők jogának tekinti a gyermekeknek a szexuális nevelését, és nem engedi, hogy politikai körök ezt megkaparintsák. Ez is egyébként igenis az erkölcsi fejlődésünknek az alapját képezi. Ugyanígy a család fogalma. Az alkotmány kimondja Magyarországon, hogy a család egy férfi és egy nő közössége, és az a célja ennek a kapcsolatnak, hogy az utódokat, a gyerekeket meg tudják, világra tudják segíteni. Ezek alapvető dolgok, de támadás alatt állnak az egész. Képviselő asszony tudja, hogy a demográfiában egy korabeli magyar családnál hány utód volt? Tehát a 19. század, hát például az én dédanyáméknál 16 gyermek született. Az is igaz, hogy csak 6 tudott felnőni belőle, hozzátartozott valóban egy magasabb gyermekhalandóság, de 16-an Székelyföldön 16 gyermek volt. Tudja, hogy egy zsidó családban, akik a hitben élnek, ahol a judaizmus, a nemzetállam, mert a nemzetállamnak is köze van ehhez, hányan születnek? Én úgy gondolom, hogy 8 és 10-12 gyermek valahol, de most nyilván nem átlagot mondok, de itt is egyébként sokszor a 7. kerületben is lehet látni a Dohány utcai zsinagógába igyekvő családokat, és tényleg azt lehet látni, hogy babakocsi és körülötte a különféle méretű, magasságú csemeték egész sora, és jó dolog ezt látni, jó dolog a gyerek nevetést hallani, jó dolog óvodák előtt elmenni, ahol reggel tele van gyerekkel, mert ugye hallottunk mindenféle szlogent az elmúlt napokban, hogy ha nincs tanár, nincs jövő, meg egyebek, erre azt tudom mondani, hogy egyetlen mondatot kell ide ehelyett mondani. Nincs gyerek, nincs jövő.
ez a mondat az igaz, mert egyébként bármelyik szakmához oda tehetnék. Ha nincs orvos, nincs jövő, ha nincs mezőgazdász, nincs jövő. A lényeg, ha nincs gyerek, nincs jövő. Még van 3 percünk, és engem azért nagyon érdekelne, hogy az Európai Unió elődje, az egy szenzációs találmány. Egy gazdasági közösség volt. A közös piac. Így van. Hogy lehetett ezt lezülleszteni a mostani állapotra? Nagyon sokan el vannak ájulva, de hát nekem ne azt írják elő, hogy milyen nemzetállam legyek, vagy mit olvassak, vagy mit nem olvassak, hanem hogy legyek az, ami én akarok lenni, és az alapokmányoknak megfelelően kéne. Amit szerkesztő úr képvisel, az a valódi szabadságban vetett hit és a valódi demokráciában vetett hit azonban. Pontosan azok a körök, akikről az előbb beszéltünk, és nem függetlenül mindattól, amiről eddig szó volt, én azt gondolom, túlszul ejtették többek között az Európai Unió vezetését is, vagy ezt a hatalmi központot is, és egy olyan ideológiai propagandát és agendát hajtanak végre, aminek a célja az, hogy átalakítsák az európai kultúrát, az európai embert. De úgy ők érzik, nem istenek, ők nem tudják átalakítani. Na de ez egy nagyon fontos kérdés, hogy magukat annak tartják-e. Erről lehetne vitatkozni, és erre már ez a maradék pár perc nem elég, de egyszer majd erről is nyilván beszélhetünk, hogy mitől lesz esetleg embereknek Isten komplexusa, hogy ne menjünk messzebb, akár Hitlert, akár Lenint is itt említhetjük, akik, vagy Stalint, akik tipikusan Isten komplexusa küszködő emberek voltak, és sajnos túl nagy hatalmat kaptak ahhoz, hogy mások életét megnyomorítsák. Nagyon fontos lenne eljutnunk abba a korba, hogy a valódi demokrácia, a valódi szabadság és a valódi erkölcs hassa át az emberi társadalmakat. Hú, nehéz ezek után bármit is mondani. Dr. Ferenczi Orsolyát, az űrkutatásért felelős miniszteri biztos látták és hallották. Ígérem, hogy legközelebbi találkozónkon meg fogom vele beszélni, hogy miért is kéne kereskedelmi műbolyókat lelőni, mert erre vannak most kísérletek, így próbálják fenyegetni egyik a másikat. Bízunk benne, hogy a nemzetállamok majd ezt a problémát is megoldják. A kérdés csak az, hogy nem lesz túl késő. Mindahogy az is késő, hogyha nem viszik el a gyerekeiket, illetve a szüleiket beoltatni rajta. Az oltások mindenfajtája rendelkezésre áll. Azok a oltások, amik pénzbe kerülnek, és ha nem tudják kifizetni, ezért vannak a segélyszervezetek. Senki ne halljon meg, illetve szenvedjen azért, mert rehány módra nem ment el, és nem vette be, illetve a hülye kábításnak bedőlt, hogy ennélkül is lehet, nem lehet. Ha valaki Afrikába akar elutazni, akkor legalább 7 féle védőoltást kellene, hogy beoltassa magába. Beoltatják magukat? Na, mert Hawaii-ra nyaralni mennek. Akkor az élet is legyen egy Hawaii, és mindenki mars, és oltassa be magát. Köszönöm, hogy rendelkezésre állt. Most előzetesek, és miután 8 óra van, jön egy objektív híradó, egy általam vélt objektív híradó. Ha valakinek építő jellegű véleményű van, ragadjon tasztatúrát, vagy írjon, vagy hívjon, persze nem 8 óra után, és nem ünnepeken. Ígérem, hogy végighallgatom, nem fogok beleszólni, majd a végén elmagyarázom, hogy én miért gondoltam így. Tudják mit? Ha önök is akarnak egy objektív, önáltaluk objektív híradót csinálni, rajta alapítsanak televíziót, és hirdessék az igét. A lényeg az, hogy az ne legyen hamis. Jön a híradó, és utána jövünk vissza, és folytatjuk. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.